Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Iszett vagyok, Boszorkány főpapnő és mágus. Ezt azért mondtam el ismételten, hogy ha valaki olyan van már a képernyőt, aki most nézi először az adást, akkor tisztában legyen vele, hogy ki is vagyok, és miért vagyok itt. A mai napon olyan témával készültem, és szeretnék beszélni egy olyan témáról, ami sokakat érint. Legfőképpen nagyon sokszor általában az idősebb korosztály, de független kortól nem töltett, nincs jelentősége. Ez pedig, amikor a negatív energia egy olyan tárgyal, olyan helyről kerül be az életükbe, ami egy szerettükhöz tartozik, vagy a szerettük emlékéhez pontosabban. Ez pedig a temetőből. A temetőből hazavitt tárgyaknak rezgései vannak, ami által nem biztos, hogy rögtön fejtik ő hatását negatív rezgésképpen, blokként az életükben. Ugye sokan úgy tudják be, hogy jó, hát Istenem, már idős vagyok, vagy éppenséggel valami akadály mindenki életében van, de nem is gondolnak arra, hogy igenis azok a tárgyak, amik a temetőből kerülnek az otthonukba, hogy majd tavasszal kiviszik, mondjuk ugye a tél közelettével ugye a vázákat, nagyon sokan hazaviszik, vagy művirágot, és ezek azok a tárgyak, vagy bármilyen kis apró dolog, ami igenis akadályozza, és negatív töltete van. Tehát egy picit úgy tudnám fogalmazni, hogy a temető valóban a csend és a nyugalom helye egy bizonyos része, de a másik része a halál, a fájdalom, a kétségbeesés, a gyötrelem, a keserűség és élettelen rezgésekkel van tele. Na most egy olyan helyről hazavinni, tehát hiszen számtalan fajta haláleset kapcsán történések vannak az emberekkel kapcsolatosan, ami nem csak a szerettükhöz kapcsolódóan, emlékéhez kapcsolódóan fog az a tárgy terítődni, hanem bárkiével. Na most erre példát is szeretnék felhozni, hogy miért is nem szabad és nem jó. Számtalanszor előfordult már, habár hála jó Istennek nem olyan sokszor, de előfordult már olyan eset, amikor megkeresett egy idősebb hölgy, hogy a családjában sorozatosan megmagyarázhatatlan, hirtelen betegségek történtek, vagy anyagi romlás, a semmiből jöttek olyan dolgok, hogy ilyen nem indokolt történések, balesetek. És kiderült, hogy igenis ő hazavitte a férjének a temetésükor, tehát ugyanígy egy vázát, de volt olyan, aki hazavitte a keresztfát, mert ő meg akarta emlékbe tartani, mert éppenséggel márványt csináltatott. Na, ezek azok a veszélyek, és ott nem csak a családdal teszik rá a negatív blokkot, a negatív energiát, hanem úgymond az egész házra, tehát mint a szivacs beszívja, itatódik. Hiszen a negatív energiának az a célja, hogy minél nagyobb teret kapjon. És ugye ez, akiről beszéltem is az előbb, egy olyan személy, aki vallásos volt, tényleg egy nagyon, tényleg azt mondanám, hogy egy cuki kis néni, és mégis már ő is félt a szó legszorosabb értelmében. Félt, hogy amiket lát, amiket hallott, zörejeket, és akkor megkeresett, és bizony azt a lakást, azt a helységet, őket is tisztítani kellett, és kértem, hogy ezeket a tárgyat, persze ragaszkodott, de megvan a módja, hogy akkor hogyan. És most itt el is fogok mondani olyat, hogy ha lehetőségük van rá, ha nem más, akkor tisztítsák meg már önök azt a tárgyat, akár szentelt vízzel, mert hiszen az tisztít, és mielőtt beviszik az otthonukba, és egy elzárt helyen tartsák, tehát ne ide-oda pakolják mondjuk a kamrába, hanem az legyen egy dobozba, és ne legyen addig kinyitva, amíg ki nincs víve, vissza a temetőbe. De a legjobb, ha ki el se viszik, haza se viszik. A másik negatív ugyanilyen blokk, ami bizony-bizony nagyon sok akadályt okoz, akár az őrültségig is elmehet egy családon belül, amikor hazaviszik valakinek a hamvait. Számtalan szó hallani erről. Ez nem lesz egy átok, ugye nagyon sokszor valaki, tehát hallani azt, hogy azt mondták, hogy átok maradt volt. Nem az átok, hanem ez az energia. Mert ez a halott energia,
negatív blokk, ez egyenrangú egy átoknak az energiájával és az erejével. Tehát annyit tud rombolni és kárt okozni, amivel nem is gondol bele. És amivel nem is gondol bele, úgy az ő életébe, aki hazavitte, a családja életébe. Ingatlanok mennek tönkre, pénzügyi gondok elkezdődnek, anyagi romlás, ugye ezáltal, egészségügyi károsodás. De persze mindenre van magyarázat, meg lehet magyarázni, hogy azért, mert esetleg dohányzott, vagy azért, mert többet evett, vagy nem kevesebb munkája van, de nem, higgyék el, ez arról szól, hogy annak az a célja, hogy a halott energia halott energiával terítse be, és tulajdonképpen ott is úgymond halál történjen, azokon a területeken elhullás, ahol a befészkelte magát ez az energia. Ne azzal, tehát nem véletlenül minden vallásban ugye eltemetik, végtisztességet meg kell mindenkinek adni. Ha belegondolunk igazság szerint, még a régen, a régi korokban is a kastélyok végébe eltemették a szeretteiket. Tehát a végtisztességet igenis mindenki adja meg minden élőlény számára, az ember állat számára, teljesen független. Lehet, hogy most megint azt tudom mondani, tehát pontosabban azt tudom most mondani, hogy lehet, hogy megint sokak számára nem leszek szimpatikus. De ha bárkinek otthon, vagy otthonában van olyan, hogy valakinek a hamva, egy szerettének a hamva, vagy temetőből hazavitt tárgyak, picit gondolkodjon el, hogy előtte mi volt, míg az oda nem került az otthonába, és utána mi volt, milyen történések történtek. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden egyszerre fog romlani, hogy egészségügyi anyag is, a többi, meg minden. Nem feltétlenül. Ez fokozatosan elkezd romlani, fokozatosan építi le az ember életét, annak a családnak az életét, ahol ez van, ahova ez került. Tehát erről nem meggyőzni akarom önöket, hanem csak elgondolkodtatni. És bizony, amikor már nagyon sok problémát okoz, amikor már nagyon sok negatív dolog történik, ott már igenis komolyan kell azokat az energiákat oldani. A másik, hogy ne úgy gondoljanak arra a elhunyttal kapcsolatos tájra, amit a temetőből, ha szerettüknek a sírhelyéről elhozott tájra, mint ő rá, hiszen az a lélek örök, a test az egy időre kapjuk. Ezt ugye mindenki tudja. Most a vallástól független van a vallás, aki, vagy minden vallás kimondja, hogy a lélek örök. De van olyan személy, van olyan ember, aki nem hisz ebben. Ha nem hisz ebben, hogy a lélek örök, vagy a lélekben, akkor a tárgyhoz se ragaszkodjon. Mert gondoljunk csak bele, amikor betegségeket okoz. Nem fog valaki könnyen meghalni, mert olyanról is van tudomásom, és hallottam, hogy ő azért vitte haza, hogy akkor majd ő esetleg hamarabb a szerette után tud menni, és meghal. Nem fog. Hanem az a tragédia, az a fájdalom, ami egy temetéssel, egy elvesztéssel jár, az tulajdonképpen még egyszer átéli. Csak más formában, nem abban, amiben az előtt a fájdalmat, hanem akár egy betegségben, nehézségben. Tehát abban a formában fogja ő megélni, hiszen ahhoz az elmúláshoz ragaszkodik. Az elmúlással nem csak a jó dolgok jönnek, hanem a rossz is. Na most jelen esetben erről, ebben a témában ugye a fájdalom ugye egy elveszett személyhez tartozik. Ezért nem szabad, hogy túlságosan azokhoz a tárgyakhoz ragaszkodni. A másik, ami negatív blokkot erőteljesen tud okozni, az hát most megint csak azt tudom mondani, hogy sokan lehet, hogy nem is, hogy mosolyogják az egészet, hanem nem hiszik el, vagy éppenséggel üzlettulajdonosoknak nem fog tetszeni, amit mondok. De higgyék el, ők is tudnak ellene tenni, ezáltal a saját életükben is, és itt a karma is ugye visszaköszön, a saját életükben is fognak tudni tenni pozitív dolgot, és a másokéban is. Tehát amikor ugye elhunytól ruhákat hordják, ezzel nincs baj, hiszen jót teszünk vele. Itt visszaköszön ugye a karma, hogy miért, hát hiszen jót teszünk vele. Igen ám, de azt a ruhát meg kell tisztítani. Ha másképp nem,
sós vízzel, szentelt vízzel. Tehát nagyon fontos az, hogy ezek ne tartalmazzanak olyan rezgéseket, ami egy halotthoz, akár egy meggyilkolt személyhez tartozik. Mert ezek mind fájdalmat fognak annak az életébe hozni, aki kapta. Tehát nem örömet fogja szolgálni, vagy boldogságot, hanem sajnos a negatívat. Főleg, ha még az ő életében van egy negatív helyzet, akkor az csak felerősíti. Tehát ezért fontos, hogy a tetteinkkel igenis felelősek vagyunk. Tehát ez is egy felelősség. Nyilván, aki nem tudja, azt mondja, hogy ő nem tudta. Ez is le lehet úgymond hárítani, el lehet hárítani, persze, de ha ki már ezt most a műsort nézi, és egy picit is elgondolkodik rajta, akkor ezeket a hibákat ne kövesse el. Nem feltétlenül mindenki életébe fogja. Vannak befogadóbb emberek, vannak például, akik a negatív blokk akkor nagyon erőteljesen fejtik ki a hatását, és átokkal egyenrangú energiát, rombolást végez, akik mondjuk mentálisan picit gyengébbek, vagy bármilyen fizikai betegségük van, azoknál az embereknél könnyebben talál utat ez a negatív blokk. Mert hiszen a tudatalattia, a tudata befogadóbb a rosszra. Pontosan ezért is, hogyha tudomása van valakinek arról, hogy mondjuk mentálisan nem egészséges az a személy, vagy olyan rossz anyagi helyzetben van, akkor főleg, hogy tisztítsa meg azokat a tárgyakat, ruhákat, amiket mondjuk egy hajléktalannak vagy egy szegénynek szeretne adni, egy elhunyt szerettétől. Nem tart sem eddig se, hogy megtisztítja egy szentelt vízzel. Hiszen ezzel biztos, hogy energiát nem viszi tovább, telítődik a negatív energia, lenyomódik, tehát úgymond egy kicsit alább hagy, és a pozitív lesz a szentelt víz által erőteljesebb abban a ruhában. Ezért is fontos. Például a cipőnél nagyon fontos. Negatív blokk lehet, amikor valaki ugye számtalanszor van az, hogy fiatalok, barátnők egymásnak odaadják akár ruhadarabjaik a cipőket. Ezeket is igenis meg kellene tisztítani, mielőtt egymás ruháját, cipőjét, mondjuk ruhát ugye kimossák, de a cipőket például, hogy ne vigyenek maguknak be negatív blokkot, hiszen azon járnak. A járás mi? A cipő mi, ha kölcsön adja, vagy adja ajándékba? Tovább haladás. Tehát kimegy az életéből az a jó ember, hát elfogta, arrébb távozik, aki neki segített, vagy akinek ő segített, barátnők. Pontosan ezért, mert a cipő. Ráadásul, ha az egyiken volt egy kisebb átok, vagy kötés, vagy rontás, a másik is abból visz át egy kis blokkot. Tehát a talpcsakráján keresztül még könnyebben felszívja, mint egy kis szivacs. Ezt úgy kell elképzelni, ezek a negatív rezgéseket. Persze most föltehetik azt a kérdést, hogy régen is voltak ilyenek. Igen, valóban régen is volt ilyenre példa, hiszen régen nagyon sokszor hordták egymás ruháit az emberek. De gondoljuk csak bele, nem mély szegénység volt? Nem volt benne öröm. Tehát ne adjuk tovább bármilyen negatív tulajdonsággal bíró, vagy nem is tulajdonsággal, rezgéssel bíró tárgyat, amiről tudomásuk van, hogy az mondjuk meghaltól, vagy egy olyan szemétől származik. A másik, amit most érdekességet még szeretnék mondani, ezzel kapcsolatosan, hogy lehet negatív blokk, és itt egy picikét fölhívnám az már a forgalmazóknak, ha mód van rá a figyelmét, hogy a póthaj. Nem is hiszik el. Utóbbi időben ugye megint csak jön, hogy miért van ennyi negatív rezgés fiatal lányokon, nőkön, nem tett olyat, nincs átok, nem, és mégis. És kiderül, hogy jött a póthaj. Na most, számtalanszor azért kerül eladásra ezek a hajak, mert ezért pénzt kap. Aki rákényszerül mondjuk, hogy eladja a haját, miért adja el? Mert szüksége van a pénzre. Tehát pontosan, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket is mindig meg legyen tisztítva, hogy ne kerüljön. De ha már a fodrász vagy, aki ezt elkészíti, nem teszi meg, aki magának fölrakat, az picit gondolkodjon el, és akkor már ő vigyen oda egy kis szentelt vizet, ha hisz benne, ha nem. És csak úgy meghintve már sokat tett önmagáért, azért, hogy ne
legyen az ő energiája a rezgésével beépítve, összekapcsolva, hiszen a haj meg tudjuk nagyon jól, hogy a DNS-ünk is benne van. Tehát az meg teljes egészében kapcsolódik. Azért mondtam, hogy lehet, hogy lesznek most olyan emberek, akiknek ez nem lesz most szimpatikus, amit mondok. De ha meg megteszik, akár ők árusítják ezeket, vagy alkalmazzák, és ő megteszi azt, hogy egy kis szentelt vízzel meghinti, már pozitívat tesz az ő saját életébe is, és annak is nem visz bele negatívat, akinek elkészíti. Azt mondanám, hogy körülbelül 10 emberből, akinek ilyen van, 7-8 emberrel elkerül ezáltal negatív, ha valódi hajból van. Tapasztalatom szerint, és nem csak az én tapasztalatom szerint, hanem külföldi kollégákkal is beszéltem, és ők is ezt észrevették, és tapasztalták, hogy az utóbbi években ezért is van az, hogy nagyon sok fiatalnál előfordul ez, hogy nagyon sok blokk van rajta. Boldog, mindene megvan, hiszen meg tudja teremteni, meg tudja venni azt a hajat. Igen ám, csak egy, mondjuk egy érzelmi, tehát érzelmileg labilis, nem boldog, megtesz mindent, de nem boldog. Ezek mind lehetnek azoknak a rezgéseknek köszönhetően, amit ő összekapcsol a hajával. Tehát erre is nagyon érdemes lenne figyelni, de nem kell, hogy elhiggyék az én szavamat, csak egy picit, ha elgondolkodnak, és úgy végigjátsszák az egészet, akkor igenis rájönnek, hogy van benne, és igazat mondok, és van benne igazság, amiket most itt elmondtam. Tudom, hogy hihetetlennek tűnik. Nagyon sok minden a szellemi létben, a rezgésekben, az energiákban hihetetlennek tűnik. Csak a sok ilyen kicsiből, blokkból lesz egy hosszú cérna, ami végén már egy nagy gombolyog lesz, főleg, ha valaki még esetleg mondjuk ezek mellé még egy kis tudatmódosítószert is fogyaszt, akkor nagyon gyorsan megváltozik az élete negatív irányba. Tehát pontosan ezért fontos. Ráadásul számos nyugtatók is ugye kifejthetik ezek kettős hatását. Tehát vigyázni kell vele. Minél jobban tisztább rezgéseket befogadni ahhoz, és legtisztítani a teret magunk körül, ahhoz, hogy tisztán tudjunk élni, ahhoz, hogy tisztán tudjunk kommunikálni. És a tisztaság nem csak abból áll, hogy környezetünk fizikális tisztasága, hanem a lelkünk, és hogy boldogok tudjunk lenni. Örüljünk annak, hogy élünk, és itt vagyunk a Földön, és van feladatunk. Mert igenis ezeknek örülni kell, de ha valakint rengeteg blokk van, negatív rezgés, azok az emberek kevésbé tudnak. És pontosan abból kifolyólag, mert ő úgy élt, tehát szép akar lenni, csinos akar lenni, ez teljesen természetes. Vagy az elhunyt szerettének az emlékéhez ragaszkodik mondjuk egy fakereszt által, mert őt az nyugtatja meg. Igen ám, de lehet, hogy a családtagjainak meg okozott egy negatív elindulást, negatív úton indultak el ezáltal. Akadályokba lépnek bele. Ez olyan, mintha eddig nem volt az úton mondjuk gödör, és egyre több gödör lesz, még gödör, végén már árkok lesznek az úttesten, és senki nem fog tudni haladni. Körülbelül így kell elképzelni. Nagyon kisarkosítottam az egészet, mert próbálom megfogalmazni. Tényleg csak ezt tudom elmondani, de még az állatok teteménél is kell figyelni arra, hogy ti végtisztességbe, hiszen azok a lelkek is. Minden rezgés tartalmaz. Ilyennel is találkoztam, amikor valakinek elhunyt a kis állata, hamvait, tehát el lett, ugye nem temetve lett, hanem hamvai, és az otthonába bevitte tudattalanul, és bizony borult nagyon sok minden az életébe. És utána tudatosult számára, hogy mit követett el, de már annyi mindent rombolt, hogy már visszaút nem volt azokból a helyzetekből, amiben ő belekeverült. Tehát biztos vagyok benne, hogy számtalan olyan néző lesz most, aki elgondolkodik, és ráismer arra, hogy hoppá, az ő életébe is. Ez is ez. Most ezeket, hogyha a hamvak ott vannak a lakásban, minél előbb lehetőség szerint a végtisztességet megadni az elhunytnak. Vagy ha bármi mód van rá, akkor egy olyan helyre tenni,
ahol folyamatosan tudnak égetni szentelt gyertyát. Ezeket azért mondom el, mert apró pici dolgok, de óriási nagy lépések. Én hiszem azt, hogy sok emberhez eljut ez az információ, és ezáltal vagy a szomszédjának tud segíteni, vagy önmagának. Mert a jövő nemzedék is ott van, akiket ne indítsunk útnak negatív energiába, blokkokkal, hanem segítsük a tisztaságot, tiszta energiával. Ne csak a szeretetünkkel, hanem a körülöttünk lévő blokkoknak a megszüntetésével, megakadályozásával. Negatív blokkokra gondolok. Ugye benne van a blokk szóban is, hogy az, hogy negatív. Tehát erre szeretném kérni önöket és fölhívni a figyelmet. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.